Jó volt. Tegnap voltunk ugye az Azaria koncerten, össznép ilyen, mindenki retteget, hogy óriási, eszetlen nagy vihar lesz, de nem lett végül nagy vihar. Kisütött a nap, mire elkezdődött a Szajanói koncert, úgyhogy tök jó volt mindkettő Szajanói is, aki épp most is streamel. És utána, koncert után backstage-ben keresgéltem mindenhol a Szajanóét, mindenkit, azt mondtam, hogy hol a Szajanóé, hol a Szajanóé, és nem találtam. Annyira nem rúgtam be, hogy most másnapos legyek, csak nem aludtam ki magam, mert reggel ugye kelni kellett, mint minden nap, és akkor utána meg itt haldokoltam egy kicsit itt az irodába. Tominak a szobájába bementem, és befeküdtem a sötétbe, és a Tomi az bejött, leült a géphez, és rögtön elkezd dolgozni. Én nem tudom, hogy ezt hogy csinálja. Én még egy fél, egy órát baszakodnom össze-vissza, mindenfélt nézegetni a gépen, én ilyet nem láttam teki. Kéz, így leült, és rögtön a premier, és már nyomta. Mondom ezt, hogy nem nézed össze-vissza mindenféle hülyeséget. Ez a szemüveg azért van rajtam most, hogy okosabbnak tűnje. De szerintem tök mindegy. Még nem! Ezt a mai filmmaratont amúgy, az HBO Max támogatja, de erre még visszatérünk, mert egyedül lesz nehéz ezeket végig szenvedni. Módosítás lesz a filmmaratonban. Minden hónapban szeretnék egy részt, de nem tízzel, mert egyszerűen 10 film az túl sok, túl hosszú a videó, lefáradok nagyon a végére. Egyszerűen látom magamat, hogy 10 film az beláthatatlan, borzalmas. Ez nem lehet. Úgyhogy 5-ösével fogunk haladni, de azt minden hónapban. Odafele mentem a 24-es villamoson, az is jó volt. Hallgattam a zenét, és ihletődtem. Gondolkoztam, hogy a kisfiam, amit szeretnék, csináljuk azt, hogy a megírástól kezdve így csinálok mindig videókat, hogy egy kisfilm megírásáról, kitalálásáról, a forgatásokról, és akkor így érdekes lesz, hogy majd egyszer kész lesz, és meg lehet nézni. Szerintem ez egy érdekes, így mondjuk egy ilyen nagyobb projektet így végigkövetni, és akkor lehet, hogy az emberek is egy kicsit jobban átlátják, hogy mennyi dolog megy bele egy ilyen filmbe, vagy kisfilmbe. Szóval 5 filmről fogunk beszélni. Kezdjük is az elsővel, ami a Fekete Rigó. Fekete Rigó. Rendezte Szombat Máté. A lézengő művész Kolos gyerekkori barátja Mark bevezeti a nihilista punk világ mocskába, és így rájön, pontosan erre az illúzióra várt eddig. Be akarom indítani a zenekaromat. És mit üzen a zene? Az, hogy basszátok meg. Van egy ilyen művészkedős csávó, és akkor rajzol, de így kicsit már belesüppett a hétköznapokba, és akkor van egy régi barátja, aki jön és lezülleszti. Nagyjából ez a lényege. Kezdjük azzal, hogy ez a film ilyen 0 forintból készült, ha jól tudom, ilyen vizsgafilm volt, 1 órás a film kb. És nem tudom, hogy ennek jót tett-e. Szerintem ez valószínűleg úgy érzem, hogy egy bátran megvágott kisfilmnek erősebb lett volna, szerintem. Voltak kifejezetten ügyes vágások, például amikor rajzolja a lányt. Nem volt ilyen erőltetettem fiatalos, mert mindig fél az ember, hogyha fiatalokról készül film, akkor az ilyen... Tudjuk milyen, amikor a idősebb korosztály próbálja megszólítani a fiatalokat, vagy prezentálni, hogy milyen a fiatal lét, és hát nem nagyon szokott sikerülni. Az operatőr is kifejezetten ügyes volt. Előbb dicsértem a vágást, de azért néha volt, amikor kicsit, főleg az elején úgy éreztem, kicsit túl sűrűn vág össze-vissza, ide-oda, amoda. Szóval mondjuk ilyen párbeszédnél, amikor már negyedik nézet van, akkor úgy éreztem, hogy ez lehet erősebb lett volna, hogyha nincs minden mondat után vágás. Nem úgy, mint az én videóimban, de egy filmnél szerintem kifejezetten előnyére tud válni néha, hogy meg tud állni mondjuk egy párbeszédnél. Jó, most már másképp látom. Néha úgy látom, néha meg nem akarom úgy látni. Te még mindig firkálgatsz? Mondjuk. Csinálgatok néha ezt-azt. De hiányzik belőle valami. Párbeszédek az olyan egyfelől utószinkron az zavart, mint mindig. Voltak párbeszédek, amiket kimondottan korrektek voltak, de meg voltak, amik meg így érezted, hogy na jó, ez nem életszerű. Ez a... Amikor kicsit azt érzed, hogy és ez csomó filmnél van, hogy így át akarják adni az információkat, meg hogy ez mit érez az ember, és túlságosan ki vannak mondva a dolgok. És a főszereplőnél így éreztem egy kis ellenszenvet felé, és rájöttem, hogy miért. És nem az ő hibája, hanem egy film, amiben szerepelt. Arra majd visszatérünk, az lesz az a film. Rájöttem, hogy pár filmnél fogok
külön részt szentelni neki. Mert másik, ami nem tetszett, az a narráció. Nagyon nehéz a narrációt jól használni, de itt úgy éreztem, hogy felesleges volt, túltolt, ilyen nagyon ilyen okoskodó, művészi, ilyen költői, és így, kicsit ilyen így forgattad eszemet, hogy jó, most mindent megmagyarázunk, mindent belemagyarázunk. Nincs különösebb az olyan udvaroknál, ahol a konyhák meg a hálók ablakai olyan közel vannak egymáshoz, mint a szerelem és az emésztés az emberi testben. Szerelem, alvás, születés, váratlan búcsuk, konterhes és társas éjszakák. Nagyon nehéz jól használni a narrációt a filmekben, és sok magyar filmnek nem sikerül. Valahol szerintem a művészetnek ez is egy lényege, hogy így prezentálsz valamit, és valamennyire aktív résztvevő a film nézője is, hogy ő összerakja, hogy mit mond neki, ezt ő hogy értelmezi, és ettől kezd az embernek dolgozni az agya. És ettől lesz izgalmas egy filmélmény. Ja, a lezárás sem volt túl erős. Néha túltolt volt az egyik főszereplő, az kicsit túl volt tolva szerintem a karaktere. Kicsit emlékeztetett a Skinsből a Cookra amúgy. Rájöttem, mert emlékeztetett. De ő sokkal szeretletőbb volt. Nem volt egy rossz film, nem utáltam, nem is lett a nagy kedvencem, úgyhogy a 10-ből 4-et tudok ráadni. Következő a Fekete Múmia Átka. A Fekete Múmia Átka. Rendezte Madarász Isti. A film a Detektív, a Cowboy és a Légió című kisregényt Rejtő Jenő egyik kevésbé ismert művét adaptálja, egy fergeteges komédia keretében mutatja be az irodalmi kávéház közegét. Körbetükröt állítva hívja a nézőt a kulisszák mögé, hogy betekintést nyerhessünk, hogyan is születtek az évszázad legsikeresebb ponyvaregényei. Beleszédülök. Pont ez a lényeg, hogy az olvasó se értsen semmit. Ez a specialitásom. Ja, ez is ilyen egyórás, ilyen tévéfilm. Amúgy a tévéfilmek szoktak ilyen egyórásak lenni, és nekem még szoknom kell a tévéfilm hosszúságot. Aumann Péter, ha már írjátok, Isten nyugosztalja, nemrég halt meg, ugye? Amúgy ő a film egyik legjobb része volt, de a karakterét imádtam, és voltak jelentei, amikor annyira magával ragadott az alakítása, néha meg úgy éreztem, hogy túlripacskodja. Amúgy erről a filmről főleg pozitívakat fogok mondani. Akkor elmondom előre a negatív dolgokat, nekem ilyen kusza volt a vége. Főleg ez, értem, hogy miért volt benne az animáció, de szerintem nekem nem hiányzott. Szóval a végét éreztem úgy, hogy ott egy kicsit szétesett a film. De amúgy nekem ez a film tetszett. Bejött, egyedi volt. Éreztem, hogy azért ez olyasmi, mint valami rejtő regény. Ezt éreztem, és tényleg amúgy rejtő regény, és az egész egy, hát az íróknak, meg a Rejtő Jenőnek egy ilyen állít emléket ez a film. Tetszett a téma, hogy ilyen írók ott a kávéházban regényeket írnak. Tetszett a megvalósítás, hogy így egy kicsit így éreztem, hogy a Madarász Isti rendező egy kicsit így kreatívabban így kiélhette a dolgait. Járt meg Kolumbiában a dzsungelbe, gyönyörű. Persze, ma délelőtt. De mely ma jártam? Álmomba. Magácskával. Szóval néha így a fantáziájukat is láttuk, keveredett a valósággal, nagyon sok karakter volt benne. Jók voltak a színészek. El tudta érni a film, hogy egyfelől érdekesek voltak a karakterek nekem, és meg tudtad őket különböztetni. Az egész világa olyan volt, amit így szívesen néztél, így beszippantott a világa, hogy mindenféle ilyen különc író ott nyomul, és mindenkinek van egy kis története, és az egész ilyen bolondos, nem tudom, a maga világa így magával ragadott, így szívesen nézted. Tudtam kapcsolódni ez a felvetéshez is, hogy ott nyomják a szokásos regényeiket, de ha megpróbálnak művészkedni, akkor arra nem mindig vevő a közönség, vagy a kritika, meg ilyenek. Olvastam a Nyugatban a kritikát. Várjon, fel is írtam. A nekem fáj verses kötet valóban fájdalmas. Fájdalmas, hogy a szerző úgy döntött, hogy egyáltalán kiadja. Nyilván éreztem én is párhuzamot a saját életemben, és ez nyilván nem, biztos ez nem mindenkinek, de nekem adott hozzá egy kis pluszt, hogy így más, amit egy ilyen előadó, író, bárki magától csinálna, csak a művészet kedvéért, meg más az, amit az emberek szeretnek. Szerethető ez a film szerintem. Ez nekem 10-ből 7 volt. Ez egy kellemes film volt. És mielőtt rátérnénk a keresztény propaganda filmre, azelőtt ezt a sorozatot most több részen keresztül az HBO Max támogatja, mindenki fizessen elő HBO Maxra. Lássák azt, hogy kimegy a magyar filmmaraton, és a előfizetések kilőnek, egyre több magyar film kerül fel amúgy az HBO Maxra,
Úgyhogy ajánlani fogok párat, kettőt mondjuk. Sőt, nem csak filmek, hanem doksi filmek is kerülnek föl. Egyik a Hab, amit még nem láttam. A legjobban teljesítő család 30 millió forintos támogatást kap majd a projektjére. És mégis honnan lesz családod? Legyél a férjem. Szükségem lenne valakire pár napra, aki a gyerekem lenne. De azt várom, hogy megnézzem, mert egyfelől mókás filmnek tűnik. Olyan könnyednek, aminek tetszett a stílusa a trailer alapján. Aztán utána majd megmondom, hogy sikerült-e az elvárásokat teljesíteni. Nyilván a másik azért, mert a Hab főszereplője az én magyar filmes crushon. Kerekes vica. Love. A másik, meg a tök jó doksi filmek is vannak az HBO Maxon. Ajánlok egy doksi filmet is, mert a doksi filmek is tök jó dolgok, és azt is nézzétek. Ultrát ajánlom. Az Ultrát, ami ultrafutókról szól. Központban a Spártatlon van, ami Görögországban van, 246 kilométeres. És azért is ezt ajánlom, mert én is a készítők között vagyok. Most abban a pillanatban vagyok, hogy mindenkit szeretek. Kinyíltak a szívcsakráim. Éjszaka mindenkit utálni fogok. Magamat leginkább. Minden futót, ilyen 4-5 futó volt, akit két stáb követett, mert hogy volt váltás, mert ezek 36 órán keresztül futnak legalább. Hozzám hozták az anyagot, hozzánk, és akkor lementettük, leellenőriztük, hogy rendesen le van-e mentve, mert azok kint volt 10-3 fő stáb. Fontos volt, hogy minden anyag meglegyen. És utána nagyon sokat dolgoztam a vágóasszisztensként rajta, meg ilyenek. Szinkronizálgattam a interjúkat, már előtte is ugye évekig forgott ez a dolog. Egy olyan ultrafutókról szól, hogy mi visz rá az embereket arra, hogy ilyen 5 maratonnyit lefussanak. Szóval, hogy 246 kilométert lefuss. Embertelen. Nézzétek meg, és integessetek a stáblistán. Ott vagyok én is. Na, mindegy, ezt ajánlom. Menjünk tovább. Az új eséllyel. Remélem, hogy mindenki előfizet HBO Maxra, aki még nem fizetett elő. És mindenki írja oda, hogy a fókuszcsoport piac fizette elő. Na nézzük. Új esély. Új esély. Rendezte Cejli Tibor. Mark Miller élete tökéletesnek tűnik. Remek állása, hatalmas háza és gyönyörű felesége van. Amiről mások csak álmodnak, számára az valóság. Azonban egyik pillanatról a másikra történik valami, ami mindent megváltoztat. Egy nap a főnöke közli vele, hogy a cégük a csőd szélén áll, így elbocsátják. Mark irigylésre méltó élete kártyavárként dől össze. Nem tudja fizetni a számláit, így elveszíti az autóit, a házát és a feleségével való kapcsolata is tönkre megy. Mindent megtesz, hogy megállítsa ezt a folyamatot, de rá kell ébrednie, hogy a saját erejéből képtelen helyrehozni a dolgokat. Mindent elveszít, ami valaha fontos volt számára, de közben rátalál Istenre. Ezután megváltoztat valamit, amitől olyan dolgok történnek, melyekre soha nem számított. Jézus a legjobb barát. Ő mindig veled van, bármi is történik. Isten nem fog elhagyni minket. Ő nem engedi, hogy baj történjen. Hol is kezdjem? Nem olyan egyszerű minden magyar filmet megszerezni, és ez semmilyen streaming szolgáltató nincs fönt, sehogy nem lehet elérni online. Illegális módon sem tudtam letölteni sehonnan. Az egyszeri ember feladná. Megtaláltam a DVD-n. DVD-n kellett megrendelnem egy ilyen keresztény boltból. És itt van velünk az új esély. Látjátok? Ennyire elkötelezett vagyok a sorozat iránt, hogy megvettem, pénzt fizettem érte. Tessék. Hát ha már DVD-n megnéztem, akkor értékelném azt is, hogy sajnos nem sok extra van rajta. Egy alternatív nyitólag jelenet az összes extra rajta. Mint DVD, legalább egy rendezői kommentárt várnék. És ez a film amúgy ambiciózus, ezt meg kell hagyni, mert magyarok készítették, de angolul. Mert gondolom nemzetközi forgalmazásra szánták. És lehet, hogy volt is, tudom is én. What's up? This morning they laid me off. Soon we will lose all we have left. Why does God allow that? Why? Azért érződik, hogy magyarok, mert azért törik az angolt, úgyhogy ez különösen vicces, hogy elkezdtem angolul nézni, hogy az eredeti hangon nézem, de átraktam magyarra. Mondjuk ki érdekel, hogy magukat szinkronizálták utólag, vagy mások a hangjaik, de magyarul néztem végig. Térjünk rá a filmre, nagy vállalás volt, figyelj, az, hogy ilyen keresztény film, meg nem jelenti azt, hogy rossznak kell lenni, nemzetközi forgalmazásra szánt, minden megvan ahhoz, hogy ez akár egy jó film is legyen. Próbáltam úgy hozzáállni, hogy ez lehet, hogy jó lesz. De most úgy érzem, hogy ez a legrosszabb film, amit valaha láttam.
a legrosszabb film, amit valaha láttam. Nem tudok szebben fogalmazni. Kérhetnéd Isten segítségét? Ne. Ne kezd újra. Engem nem érdekel Isten. Nézz körül a világban. Szerinted Isten létezik egyáltalán? Hamarosan mindenünket elveszítjük. Mintha nem lett volna elég, hogy 3 éve elveszítettük a lányunkat. Miért hagyja ezt Isten? Miért? Annyira szenvedtem, hogy elkezdtem Instán streamelni az utolsó fél óráját. Ne egyedül szenvedjek. Ez az film gyötrelmes. Mert ez olyan rossz, amit meg kell nézni. Így berakhatod, és így el... Nem tudom, hogy lehet-e rajta nevetni. Én azért volt, amikor hangosan felkacagtam rajta többször. Végre állást kapott Mark? Nem, attól sokkal jobb. Oké, most még kíváncsibb lettem. Muszáj mindent harapófogóval kihúzni belőled? Mark meghozta élete legfontosabb döntését. Átadta magát Istennek. A legalapvetőbb dolgoknak sem felel meg, mint hogy van egy rendes forgatókönyv, és ez különösen ironikus, hogy ez az IMDb szerint, ahogy néztem, a Nemzetközi Keresztény Filmfesztiválon 2017-ben jelölve volt a legjobb forgatókönyv kategóriában. Ez a legrosszabb forgatókönyv, amit valaha láttam. Nem... Ez... Kirúgják, és akkor így ki van, meg összeveszik a feleségével, és akkor bla bla bla, meg nyilván ilyen klisés, hogy előtte, hogy látszódjon, hogy ők mennyire pazarol, hogy ő most hitelt vesz fel a jacuzzira, és akkor tényleg? Volt ilyen jelenet, amiben megmutatták, hogy halt meg a kislánya, és így még azon is csak nevetni lehetett. Annyira, értek, a legszomorúbb jelenet kéne, és nevet az ember, ez a tipikusat állnak, így kiesik a lány a kezéből a labda, és akkor kiszalad az útra, és elüti a kocsi. Hú, de eredeti. Ezen sokat gondolkoztattak. Ez valami paródia, bazdmeg? És aztán az a sztori, hogy akkor elmegy a templomba, és akkor eldönti, hogy akkor most mégis hiszek Istenbe, és akkor légy szíves, Isten segítsél, és akkor újra fölveszik egy munkára. Akkor jön egy válasz, hogy fölvették egy munkára. És akkor gondolkozik az ember, hogy jó, 25 perc telt el a filmből, és akkor most mi fog történni? Mi fog történni? Az volt a film, hogy elveszett a munkáját, aztán Jézushoz fordul meg Istenhez, és megint lett munkája. És akkor ott vagyunk, hogy még egy óra van a filmből. Mi fog most történni? És az a legviccesebb, hogy a film se tudta, hogy mit csináljon. Mert onnantól kezdve olyanok vannak, hogy így munkahelyen így kettő munkatárs így nem szereti egymást, és akkor ez a csávó próbálja megoldani. Így semmi értelme nincs. Így néztem, így most komolyan erről fog szólni 20 perc, hogy oldja meg, hogy kettő munkatárs, aki rosszban van, jóban legyen. És akkor így azt megoldja. Na jó, és hova megy tovább a film? Most mi fog történni? Nem az van, hogy úgy érzed, hogy az egyik jön a másikból, hanem így volt egy sztori, nem volt sztori. Kirúgták, azt Istenbe hisz és fölveszik, és akkor így, na jó, most mit csináljuk? Most mi legyen? Most valamit még ki kell tölteni egy órát, és akkor következő az, hogy feljelentik sikkasztásért, tök random, baromság. Utolsó fél órája a filmnek egy bírósági tárgyalás. És így, miért? Miért? Mike elmesélte, hogy ön mit tett érte. És hogy Istenről beszélt. Az élete megváltozott. És az enyém is. Nem fektetünk bele időt, energiát, semmit, hogy valami érdekeset próbáljunk átadni, az egész arra, hogy rossz élet, hinni kell Istenben, jó élet. Ezt elemezni kéne órákon keresztül egy forgatókönyvíró tanfolyamon, hogy miért nem működik. És abból nagyon sokat lehet tanulni, hogy működik egy jó forgatókönyv, mert ennek az ellentéte. Szia! Milyen volt a napod? Ez volt életem legszebb szörnyű napja. Ezt hogy érted? Tudod, reggel megnéztem az e-mailjeimet, de nem jött egyetlen üzenet sem. Nem kerestek ma állásügyben. Szóval rosszul indult ez a nap. Majd olvasni kezdtem a Bibliát. A film borzasztó ronda. Az alakítások kegyetlen rosszak. Tényleg úgy éreztem magam, mint egy pornófilmben. Csak sokkal rosszabb, mert úgy érzed magad, mint egy pornófilmet néznél, de nincs benne sose dugás. Ez a legrosszabb. Képzeljétek el egy pornófilmet, amiben nincs szex. Olyan ez a film. Headroom.
ideig le volt vágva csomószor a fejük, de lehet, hogy az ami a képarány miatt volt, ami a DVD-n lehet, hogy nem jó képarányjal volt fönn, de akkor meg miért így adják ki. A zene is borzalmas, túl dramatizált volt. Van itt pár interjú a szereplőkkel, esküszöm, bele akartam nézni, mert én nem hiszem el, hogy ez létezik, ez a film. Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket feszeget az első magyar... Nem feszeget semmilyen kérdéseket, ez szimpla propaganda ez a film. Keresztény motivációs film az új... Keresztény motivációs film, hogy ez egy műfaj, bazzeg. A tengeren túlon milliós nézettségű keresztény műfaj első hazai alkotása már most ezreket vonzott a mozikba. Ez is furcsa nekem, hogy ez a keresztény film az egy műfaj, és akkor a kereszténységet reklámozzuk benne. Hollywoodban is vannak jó filmek, aminek része a vallás, de hogyha csak az a célod, hogy a kereszténységet reklámozzam, és ez a film egyetlen célja, ez nekem furcsa. Hamarosan mindenünket elveszítjük! Miért hagyja ezt Isten? Miért? Ilyenek. A főszereplő volt... Miért hagyja ezt Isten? Miért? Bár sok tehetséges amatőr színészt vonultat fel, a főkat... Sok tehetségtelen amatőr. Nézd itt is. Miért levágva a feje? Karakter személye meghatározó volt. Mark Millert Mesterházi Gyula alakítja. Itt is az volt, hogy egy ügynök felhívott, hogy lenne ez a film. Rukki ezt az ügynököt. Itthon még ezelőtt nem készült keresztény motivációs film. Tudjátok, mi hiányzik itthon? Egy keresztény motivációs film. 18 éves voltam, amikor egy olyan evangelizációs alkalomra mentem el, ahol igazán megismertem a Biblia igazságait, Jézus Krisztust főként, és hazafelé menet az úton azon gondolkodtam, hogy tudnám ezt elmesélni a világnak. Czejli Tibor. Nem gondolkoztál túl sokat szerintem. Ekkor döntött a filmezés mellett. Fogalmas nincs a forgatókönyvírásról. Valószínűleg nincs is benne annyi alázat, hogy ezt rendesen kitanulta volna, vagy utána nézett volna. Semmi. Ízlése nincs, tehetsége. A színészek nem látják előre, hogy mi van a rendező fejében, és aztán ez jön ki, és biztos egy csomóan fogták a fejüket, amikor meglátták a kész végeredményt, hogy uff. Nagyon sokan jöttek oda, és mondták, hogy ez rólunk szól, ez épp az én történetem volt a vászon, nagyon sokat adott nekem, nagyon sokat kaptam tőle. Szóval, nem fog senkit meglepni most, ez a film szégyent hoz szerintem a kereszténységre. Ez a film a legrosszabb film szerintem, amit valaha láttam. 10-ből egy gyenge nullát tudok ráadni. Semmi jó nincs ebben a filmben. Akkora nulla, hogy az eddigi nullás filmeken elgondolkoztam, hogy adjak mindegyikhez plusz egyet. Hogy ez egy külön nullaként ott tudjon állni. Tudod, hogy egy film rossz, hogyha az eddigi nullás filmeket is most már jobb színben látom. Megyünk tovább a parkolóra. Parkoló. Rendezte Miklaúzics Bence. A pesti bérházak rengetegében egy üres foghítelken áll a parkoló. A parkoló ura légiós, aki egy sajátos kis birodalmat hozott létre a tűzfalak tövében. Télen-nyáron itt él a lakókocsiában, és csak egyetlen cél vezérli, nem akarja, hogy a külvilág káosza betörjön az általa kialakított nyugalom szigetére. Az egyetlen helyre, ahol otthon érzi magát. Egy nap azonban olyan vendég érkezik, akinek feltűnése alapjaiban változtatja meg légiós és a hely addig megszokott életét. Hol a kocsi? Milyen kocsi? Érdekelt régen is ez a film, mert ez a cím, a plakát, hogy valahogy így... Én szeretem az ilyen viszonylag egy helyen játszódó filmeket, tök jó dolgokat ki lehet belőle hozni. Ez gyakorlatilag két ember párharca, a kisemberé, meg a cégvezetője, aki azt hiszi mindent megtehet, és a helyszín az tök jó. Az operatőrt azt külön kiemelném, meg az operatőri munkát, mert szerintem az képest, hogy milyen helyszínen játszódott, ami így nem gondolod, hogy nagyon filmre való, nagyon szépen kihozták belőle, amit lehetett. Jók voltak az alakítások, bár ugye a főszereplő elég ilyen szűkszavú, csúnyán néz, nehéz volt az elején kapcsolódni hozzá, de amúgy működnek az alakítások, de itt lesz egy negatívum egy kivételével. Rajkai Zoltán. Tomi, figyelj! Sose hajt, hogy baszakodjanak el, jó? Oké. A szerepe is idegesített, és a kicsit ki is lógott. Nem mondom, hogy a gyereknek az alakítása jó volt a gyerekének, de az egész szál, az a családi szál, az nekem kilógott a filmből. Így nézette magát, nem éreztem azt, hogy hát ezt most nincs kellem tovább nézni, mert érdekelt, hogy hova fog kifutni az egész. Van egy különleges hangulata. Én nekem ilyen western hangulata volt az egésznek, miközben nyilván nem western film volt, de... Ne, ezt úgyse érti. De, pontosan értem. Nem érti, mert ha értené, akkor nem utasítana vissza.
Jót tett volna egy kis humor még a filmnek szerintem, mert azért egy ilyen parkolónál most volt két karakter a főszereplőkön kívül, két-három karakter, de amúgy ott azért sok ember megfordulhat egy ilyen parkolóban, szóval szerintem azzal még lehetett volna színesíteni egy kicsit. Főszereplő is lehet, hogy akkor jobban érdekelt volna. Ja, ez egy 10-ből 6-os film a parkoló. Benne lett volna abban a film ez a potenciál pár ilyen nagyon emlékezetes jelenet, és úgy érzem, hogy egyik jelenet sem tudott ilyen igazán ütős lenni. De maga a hangulat, meg az egész szituáció úgy éreztem, hogy megágyazott egy nagyon erős jelenetnek, ami sose jött el. De a következő filmről beszélek, a Mancs. Mancs. Rendezte Pejó Róbert. Fehér Zoltán egykor sikeres kutyaidomár volt, ma azonban villanyszerelő. Egy nap egy haláleset miatt váratlanul egy roccsont német juhász kutyakölyök gazdájává válik, akiből aztán igazi mentőkutyát farag. Zoli ezután egy villamos szerelő barátjával és egy orvos ismerősével mentőcsapatot hoz létre, és Mancs a kutya segítségével számos ember életét mentik meg. A kutyám kereső kutya. Kivételes a szaglása. És? Van engedélye? Félig rajzolt környezetben meséli egy nő. Volt egy fehér bolha. És aztán bekerülünk a filmbe, amit mesél, és még ott is, az ablakokon, ha kinézünk, akkor rajzolt a dolog. De miért? Ha a szekrényt kivisszük, itt elfér a kis ágy. Oda mehet a pelenkázó, ide pedig a szekrény. Mint egy rendes film, úgy néz ki, csak így a ablakokon, hogyha kinézel, akkor ott rajzolt lesz a táj. Oké? Okay? Még azt mondanám, jó, akkor ez amiatt, meséli a nő, és most a mesében vagyunk, de közben, ahol mesél a nő, ott is rajzolt. Akkor miért? Akkor mi volt a művészi koncept? Ők se tudták, szerintem csak úgy éreztem, hogy dobálták az ötleteket, hogy most ezt is megtehetjük, ez is legyen benne, meg ez olyan fiataloknak készül, meg blabla. Az is fura volt, hogy egy csomószor jött ilyen rajzfilm betét. De csak egy-egy jelenetre, egy-egy 10 másodpercre. Eszter állapotos. Adjam oda a simpérnek! Szerzett új gazdát. Neki nem akármilyen gazda kell, neki te kell lesz. Stílusa jó volt a rajzoknak, de teljesen random volt. Így az egészet úgy éreztem, hogy szétesik, és úgy éreztem, hogy ez ilyen megúszós volt, hogy ha valamit nem sikerült leforgatni, nem akartunk leforgatni, nem tudtunk leforgatni, akkor mindig bedobtunk egy ilyen rajzos dolgot, mert hát nyilván kutyával forgatni nem egyszerű. Ezt éreztem, nem az, hogy hát ez most nagyon indokolt, hogy ezt most megjelenítsék. Kaotikus katyvasz így, hogy így csinálták meg, rendben. És zavaró szerintem. És amúgy a többi részére se tudok sok szépet mondani, szóval sótlan. Mire véget ér a egyik jelenet, már elfelejtetted, mert semmi érdekes nem történik benne. Mancs nagy kutya lesz. Majd meglátod. Rendkívüli. Főszereplő is így egyáltalán nem logikus dolgokat csinál, de nem is akarja megmagyarázni a film, hogy miért egy ilyen pöcs. Miért helyezi ezt mindig ezt a kutyát előrébb, mint a saját családját, meg a gyerekét, meg a saját biztonságát, és nincs megmagyarázva. A zene borzasztó, borzalmas rossz a zene, nagyon rossz. Az egész filmen inger szegény. Volt egy jelenet, amit külön felírtam, hogy, és ez a leghülyébb jelenet volt szinte egy egész filmben, de mostanában amit láttam, hogy így úgy derül ki, hogy van az a kutya, hogy így az orvos összefut a állatorvos a feleséggel, és mondja, hogy van a nem tudom mi, hát tudod a izé, és így, hát nem, most nem ehet a kutya kolbászt, és kiveszi a kolbászt a nőnek a táskájából, hogy ezt ne vegye meg, a kutya nem ehet ilyet, meg a tejet se, most nem ehet ilyeneket a kutya, és így bazd meg, egy ember nem vett kolbászt magának meg tejet. Hogy lehet ilyen baromságot kitálni, hogy kiviselkedik így? Jaj, nem, hát tejterméket most nem javaslok, attól mehet a hasad. Van itt még kolbász, hát tudom, hogy nagyon szereti, de azt most inkább egy hétig ne. Én ezt javaslom. Vizsgajelenet is nekem hiteltelen volt, amikor nem tudom, milyen mentőkutyai vizsgát kellett tenni, akkor ott felsorakozott mindenki, aki valaha köze volt a kutya hozzá, mert ezt így az emberek csak így tudják, hogy ott van. Az egyetlen, ami működött nekem, de lehet, hogy azért, mert annyira ingerszegény volt a többi jelenet,
az a mentős jelentek, amikor először megtaláltak egy kisgyereket, maga a szituáció valahogy lekötött, amikor meg a végén is egy kislányt kimentenek, film többi részéhez képest legalább történt valami, de semmi más nem működött. Nem tudom, hogy kinek készült. Ez felnőttnek nem élvezhető, gyereknek nem élvezhető igazából. Amúgy motiváló volt, hogy tényleg ők is kaptak pénzt egy ilyen filmre, ő is rendezhet, ő is csinálhatja, akkor én is meg tudnék csinálni egy filmet. Úgyhogy motivál, hogy megcsinálom azt a kis filmet majd, amit, hogyha gondoljátok, akkor együtt, egy journey, egy utazás során minimum egy éves projekt. Mondjuk a finanszírozásával azért bajba leszek, de megcsinálunk együtt egy kis filmet, és akkor majd mehet a Oscarra, nem? Az a baj, hogyha film alap már tud is erről a sorozatról, akkor is csak megutálnak miatta, úgyhogy mindegy. Szóval ez a film, ez a Mancs, az 10-ből 2. Szóval köszönöm az HBO Maxnak, hogy támogatta ezt a részt. Folytatjuk az utazásunkat. Liza a rókatündér, Maniax, egy kemény tojás bosszúja, Daily Bab, lámpagyújtogatók, Argo 2. Úgyhogy ezek lesznek a következő 5-ös. Már 2015-ben vagyunk. Ide amúgy a táblázatomban, tudjátok hány film van fölírva, mindig az újakat is fölírom, 175. Ez egy hosszú projekt. Ez volt már a Magyar Film Maraton. Instagram, hogy tudjátok követni, hogy éppen mit nézek, mindig kirakom. Nyáron azért elég sok irányba el fogunk menni. Lesz néha klasszikus rész, azért leszek itthon. De hogy a jövő héten olyan videók jönnek, amire már három éve nem voltunk itt, és készülünk, nagyon epik lesz, úgyhogy találkozunk a fesztiválokon.